A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Egy egészen hihetetlen végjátékban akkor ugye a alapszakasz utolsó meccsén ugyanebben a csarnokban, ugyanez ellen az ellenféllel szemben, de alul maradtak akkor a jegesmedvék. Amikor visszaértek a támadók, ott pedig már egy azonnali korongszerzés lett a vége, kipatanóra ki érhet hozzá. Hát szeretett volna hozzáérni bizony ott az előre húzódó kisdani, de ennek oka volt, hogy nem tette meg. Zúdultak be a medvék ellenfelük kapuja elé. 10 másodperc, még egy nagy bomba! Az utóbbi időben egy kicsit kevesebbet vállalkozik Davis Vandan, mert ahogy kezdődött a szezon, rettegtek ezektől a Vandan-féle kékvonalasoktól a csapatok, és ének az ütőjére ő álmosott a kékvonalnál, ő próbál fazon szabni ennek az emberőnyös játéknak, sofron teszi tovább a korongot, Kampa jön a lövés, rajta szépen fogja a rövid oldalt, vállal hárított Bernard, de támadásban marad még a DVTK, jön a lövés, kipattant, nem kiállítás! Ezt nevezem felemteres ítéletnek, középszakasz, és akkor tudjuk majd meg pontosan, hogy melyik az a két együttes, amely csatlakozhat majd a már igazi playoffhoz. De az még nagyon messze van, Ritó kanyarodik fel a kapu mögül. Egy misét ez megért volna. Stretch, kedves jó ismerősünk, megint ott van az események sűrűjében. Jégkorongos tétel tudnád igazolni a piros-fehérek. Sofron István mutatja meg, hogy milyen nagyszerűen tud lögdösődni, csak előtte eltakarította még Lajnát az útból a Mac 20-asa. Nagy. Nem volt lesz, mutatja a vonalbíró, megy tovább a játék. Nézzük, hogy milyen folytatással. Bugár, jön a lövés, és bizony ezt bármennyire tüstékeltek a kapuja előtt, Rajna Miklós látta, kontrollálta ezt a mozdulatot, és ott pihen a legjobb helyen a kapus kesztyűjébe a korong. A korongot is próbál így támadni csapata. Rajna dolgozik szépen, kiállítás lesz, így is van. Kis, bocsánat, Ryan Harrison pattant odaért oda legelőször a koronghoz, és a folytatás lehetetlenné vált, mert olyan sűrűség vette körül a macik. 82-esét! Mekkora játék volt! David Rodman varázsoltak Alanis Nika ütőjére a korongot, jött is a lövés, de Bernard hárított. Nagyon szép csel után sikerült kiemelni a tömegből, Prince Orbán a pakkal. Most figyelni egy ilyen nagy lövés, de elsuhant keresztbe a kapu előtt a korong. Itt pedig Rajna tünteti el a Orbán féle kísérletet. Közelről lőhetett Prince Orbán, de már nem volt benne olyan nagy erő, hogy ez gondot jelentsen a jegesmedvék kapusának. Érő óra, ezt kellett megigazítani, és most már ez is a helyén van, tehát nincs akadály annak, hogy folytatódjon a tovább a meccs. Galanis Nika! Ott kapott egy ajándékkorongot! Jú, mekkora helyzet volt ez így! Bizony Pitt néz az égre, szomorú szemekkel, mert nagyon elpasszolta magát, de meg 10 másodperc még. Most csak a nagy bomba! És nem jutott el a kapuig a korongot, egy blokk oldalra terelte a pakkot. Itt pedig Bernard volt az, aki eltüntette, lenyelte a korongot. Lövésébe bele tudta kérni, de még támadásban tartja a játékszert a DVTK. Rodman érkezik. Nagyon nagy tempóban, jól forgat a DVTK most ezekben a percekben! Hát, tesztelik rendesen, becsületesen, tesztelik Bernard képességeit a piros-fehérek. Akadályozni a gólszerzést. Puff, ez nem sikerült, ez a McCauley féle lövés, és ebből elindulhat előre most Ryan Harrison. Megcsinálja! Kapura lövi a korongot! Hát! Ez nem volt szabálytalan a játékvezető, szerecsaptak a medvék rá. Jövünk vissza a koronggal, Galanis tovább tolja, jön a lövés! Rodman leülött el elsőre, most jön a lövés! És nem ment be a rövid oldalon! Kai Beach érkezett oda a kapu mögül, előre csurgó korongra, de Bernard még lezárta ott a rövid alsó nála. És most sikerül is nekik felállni, jön a távoli lövés, az mellé megy meg Kaoli kísérlete. Orbán próbál lecsapni a korongra, aztán sikerül a vendégeknek ezt visszaszerezni, Sofron is hozzáér, meg Kaoli, most jön a lövése, Rajna kapus.
Hát... A sűrűjében azért most stretch keveredett megint. Egy pár piros-fehér vezes játékos azért ott dolgozott Sztáró felvonásra, mert már 14 másodperc van csak most ebből a játék részből hátra. Dész Antal szeretett volna felszabadítani, és ebbe pont belenézett a vonalbíró. Szegény azonnal összeragyott ott a égen. Hát nagyon-nagyon szerencsés dolog, hogy ilyen eset nagyon ritkán történik meg. Hát reméljük, hogy most sem lesz maradandó nagy probléma. És hát most a Hordágyra szükség van, érkezik a segítség. És hát el is csöndesedett itt a hatalmas csata közepette Népkerti égcsarnok. Hát ez nem hiányzott. A bordákra meg semmilyen szerve sincs jó hatással egyébként egy ilyen szituáció. Hát reméljük, hogy most egy jó pár szezonon át majd nem fogunk ilyen látványt többet tapasztalni sem itt a Népkerti csarnokban, sem egyik égen sem. Minden esetre azért ugyancsak szükség lesz arra, hogy a vonalbírónak majd egy kis orvosi segítség ott enyhülés. Szikandrosz erre a pakra le is csapott, és jönnek most előre a jeges mendők 3-2 ellen! Nem ez játék volt, ezt hanem kapura húzta a korongot, Galisznika most jön a lövés! Kőz, kiperdül a korong, és másodjára már összeszedi Bernát Kapus! Na! Hát ahhoz képest, hogy mi mindig nem telt le a hazai ember hátrány, két nagyon veszélyes lövéssel is riogattuk a macot. És hát pontosan ez a terv feladat most a DVTK előtt. Rottmann korongot szer, ez a túloldalon, Bécs megy, megy az átadás! Jaj, még az... Hát kérem szépen, egy pici szerencse sem ártana! Rottmann kapura ütött a korongot, nem átadás lett belőle, és még a visszapartolt azt is oda tudta sodorni még. Kicsit mellé érkező korongba, de így volt igazán biztos, hogy nehogy egy visszapattanó bármilyen problémát okozzon. A saját kapu mögött egy kis korongjáratás macmódra. Hoppá, így veszély lehet! Ryan Harrison miért is nem a kapura ütötte, még összetlenül tovább tolta a maci 92-es egy ajándék korongból! Fű! Mi történik itt? Hát ugye az a bizonyos hibafaktor, hogy ki tudja minimalizálni ezeknek a számát. Most minden esetre egy picit meg is lepődtek talán a miénk, de nagyon nagy ajándékpaszt kaptak. Galanis gól! Galanis Nikandrosz egy egészen szenzációs, felső sarkos lövéssel megszerzi csapatának a vezetést! Hány percig rohamozták a Medvék az ellenfél kapuját! És mindent állítottam, a teszt nem! Már amikor úgy tűnt, hogy blokkolni fog a macos, éppen érkező védőjátékos, akkor jött a galanisztika jegyeztelevés! Kilövése volt! Két mozdulatból, háromból gyorsan felépítettek egy akciót a maci. Rajna pedig nagyon gyorsan a róla kipattanót be is húzza a bárdal a verkésbe is szorra ki végül is vonákkal a korongot, és Babosi csap rá le a mac harmadában. Jó a cseh, hogy tisztára játsza magát! Mekkora zicser volt ez is, Babosi egyedül birkózta, harcolta ki ott magának, és mi mindig nem szabadul fel a mac kapuja! Azért már fáradnak a lábak, egy hatalmas tempóban teljesített meccsről van szó, és elindul előre Valhár! Ez egy gólhelyzet lehet! Gól! És ezzel eldőlt a mérkőzés! Radim Valhár megkerülte a kaput, és a túloldalon begyömeszölt a bos mellé! Megsemmisült elől a kapujába Bernát Kapus! Nem tudod mit tenni, mert gyorsabb volt áll a DVTK támadója! És Radim Valhár megint góllal járul hozzá a csapat a meccséhez! Elképesztő szériában a fiatalember majdnem hoz
hozza a meccs per gólmutatót. Kicsi híjjel meg van neki. Idő annyira kevés van hátra, hogy ezt nem lehet már majd megoldaniuk. Főleg pedig így nem. Ez ugyan a kapu mellé megy ez az emelés. És behozzák még egy buli elejéig a játékot a játékvezetők a hazai harmadba. 5,6 másodperc van hátra. Ez a 2-0 is egy egészen csodálatos eredmény, mert győzelemmel kezdő meg a középszakaszt a DVTK Jeges Medvék, ami mindennél fontosabb.